Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, a mai házigazda, a mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete nevében és vezetőjeként. Nagy öröm számunkra, hogy házigazdái lehetünk a mai estének, ezen a csodálatos vízi színpadon, ilyen csodálatos időben, csodálatos környezetben, és külön öröm számunkra, hogy ilyen sokan eljöttek a mai estére. Ebből is látszik, hogy milyen sokan szeretnének ma este is egy nagyon kellemes egy órát ebben a csodálatos környezetben eltölteni. Az bevezetőjeként engedjék meg, hogy felkonferáljam a Hován Kálmán Művészeti Alapiskola egy nagyon tehetséges, továbbképzős növendékét, Molnár Beátát, aki Puruján fog játszani Önöknek, Telemann Fantázia című művét adja elő. Majd utána a gyönyörű hangú Valkoszki Noémi, akit már a szarvasi közönség bizonyára ismer, hiszen nagyon sok szarvasi rendezvényen hallhattuk csodálatos hangját. Kérem, fogadják őket nagy szeretettel! Thank you.
Hogy nagyon jó most házigazdának lenni a mai estén, hiszen egy olyan közismert, közkedvel művésznőt fogok felkonferálni, akit szerintem mindnyáron ismernek, nagyon jól ismernek. Ma este önök Podol Zsóka művésznő kedvenc verseiből hallhatnak egy összeállítást ezen a csodálatos vízi színpadon. Podol Zsókát a Barátok közt című sorozat Magdi anyusaként ismerte, és mondhatjuk bátran, szerette meg az egész ország. Azonban nem csupán televízióban, de a színpadon is kiemelkedő alakításokat tudhat maga mögött. Pályáját 1965-ben a Színház és Filmművészeti Főiskola elvégzése után a Katona József Színházban kezdte, majd 4 éven keresztül a József Attila Színházban és irodalmi színpadon játszott. 70-től 2 évig a Békés megyei Jókai Színház tagja volt, majd 1 évre a Magyar Televízió bemondójaként folytatta pályafutását. Több mint 300 színházi szerepe mellett 25 filmben játszott, 240 filmhez adta hangját. Ismerté a Barátok közt című tévésorozat tette, melyben Kertész Magdit alakított, 1998-tól egészen 2009-ig. 2010-ben a Békés megyei Jókai Színházba tért vissza a színpadra, Kálmán Imre Csárdás királynőjének Ceciliaként. Ezt az előadást hatalmas sikerrel játszották Békés Csabán, eljutott a határokon túlra is, Nagy Szalontára. Itt nálunk a Szarvasi Vízi Színpadon 6-án és 7-én fogják játszani. Podol Zsóka művésznő vendége ma este Kulcsár Lajos lesz, aki 1980-ban a Dominó Mozgásszínház stúdió elvégzése után hivatásos pantomim művészként és táncosként kezdte pályafutását. Első nagy sikerét a Don Quixote című táncdarabban főszereplőként érte el. 1980 őszén felvételt nyert a Budapesti Nemzeti Színház Nemzeti Stúdiójába, majd 1981-ben a Szegedi Nemzeti Színházhoz szerződött. 83-ban kezdte meg tanulmányait a Színház és Filmművészeti Akadémia Operett Musical szakán. Ez idő alatt a Big Színháznál, valamint a Fővárosi Operett Színháznál vállalt szerepeket, majd az Operett Színházban folytatta tovább pályáját. A színház készséges egyeztetése révén fő és nagy szerepek sorát játszhatta el vendégként a Békés megyei Jókai Színháznál. 7 évet töltött az Zalaegerszegi Hevesi Sándor Színháznál, majd 1998-ban ismét az Operett Színház tagja lett.
2005 óta rendszeresen fellép a Sziget Színházban, és 2010-ben kerekes felkóként tért vissza Békés megyébe, Kálmán Imre csárdás királynőjében. Kérem, fogadják őket nagy szeretettel, és a két művésszel a Jókai Színház igazgatója, Fekete Péter fog beszélgetni. Jó szórakozást mindenkinek! Kívánom, tisztelt hölgyeim és uraim! Vers a víz felett, ez a programsorozatunk címe. De amint múlik az idő estéről estére, egyre különlegesebb verses estével készülünk. Akik törzs vendégeink és akik visszatérnek hozzánk, már láthattak homok képeket, láthattak színdarab felolvasást, és a mai estén is egy különlegességgel készültünk. Két olyan művésszel ismerkedhetnek önök meg, akik nem csak a verseken és nem csak a zenéken keresztül, de talán egy kis beszélgetésen keresztül is meg tudják mutatni, be tudják mutatni önmagukat, hiszen én azt kértem, hogyha már itt van velünk kedves Zsóka, akkor egy picit meséljen az életéről, meséljen az ő pályájáról, meséljen történeteket, hiszen azok alatt, az időszakok alatt, amikor együtt dolgoztunk és a Jókai Színházban készültünk arra a csárdás királynőre, amit önök majd hétvégén láthatnak, ezekből a történetekből ízelítőket hallhattunk. És úgy ítéltem meg, és úgy gondoltuk, hogy önöket ez érdekelni fogja. Köszönjük szépen, hogy itt vagy velünk, és ugye lehet, hogy tegeződjünk, hiszen az életben, a munkában is tegeződjünk. Meg is sértődnék, ha nem. Lehetséges-e, hogy kezdjük, hogyha már életpálya és beszélgetés, akkor kezdjük a gyerekkorral. Tehát induljunk el valahonnan a gyökerektől, honnan jönnek a gyökerek? Hölgyeim és uraim, mennyi idejük van? Mert hogy egy picit az egem szíven ütött, én elkezdek beszélni, de hála jó Istennek még eddig nem került sor arra, hogy unjanak, ma se fognak. Nevem Fodor Erzsébet Gizella Mária. 1942-ben születtem, tehát 69 éves vagyok, jövőre 70, borzasztó. Igen, én mindig szoktam tapsolni, akkor csak tudnám, miért örülnek ennek én. Szóval, édesanyám, édesapám, ilyen középosztálybeli, vagy attól lejjebb. Édesanyám konyhavezető volt, édesapám postaműszaki vezető, főellenőr a postán dolgozott. El kell dicsekedjek vele, hogy nagyon szép ember volt. A ragadvány neve, ahogy szokták mondani, Szép Fodor Béla volt. A szemöldökömet tőle örököltem. Egy kétszobás lakásban laktunk, elég sötét volt. Krisztina városban, Attila úton születtem. Általános iskolába jártam az Attila utcában, ahol 6 éves koromban igyekszem esküszöm rövidre fogni, mert itt ülünk még reggel is. Saláta Sára című mesedarabba debütáltam. Ma is előttem van, hogy anyukám a kreppapírt úgy sodorta Saláta Sára szoknyájaként. Nagy sikerem volt. Majd teltek múltak az évek, ketten vagyunk testvérek, a bátyám az későbbiekben szó lesz róla, 56-ban, ahogy mondják, diszidált. Sajnos meg sem állt Dél-Amerikáig, ami nekem nagy fájdalma, mert elég hosszú ideig keveset láttam, de az utolsó években, de mindig csak télen jön. Amikor 9 éves lettem, akkor a szüleim elváltak,
Édesapám nagyon szerette az édesanyámat, de uram, bocsá, hallottunk már ilyet, beleszeretett valakibe, és azt mondta az édesanyámnak, hogy nem az a helyzet, Rózsika, hogy nem szeretlek, de nem tudok a Bori nélkül élni. Mondta, és 24 év házassága után elvette a szerelmét, akivel 40 évig élt felhőtlen házasságban. Ilyen van. Ő boldog volt, de nekem ráment a gyerekkorom. Tudnélik, a bíróság az úgy volt, nem tudom, hogy azt hiszem ma is úgy van, hogy van egy fiú, meg van egy lánygyerek, és engem apukámnak ítéltek, a bátyámat meg anyukámnak, tehát én a kofferral mindig követtem az édesapámat albérletről albérletre, amíg össze nem tudott költözni, miután feleségül vette a szerelmét. Egy számomra meghatározó élménye az életemnek, hogy amikor egyszer egy olyan lakásba, családhoz mentünk albérletbe, mert volt, amikor engem csak külön kiadtak havi 500 forintért, ami akkor elég nagy pénz volt, voltam 9 éves, és annál a családnál egyik szobában lakott apukám, másik szobában laktam én, és vasárnaponként a család közös ebédre gyűlt össze, volt a nagymama, férj, feleség, volt egy nagylányuk, és ültünk a vasárnapi ebédnél, és csirke volt ebédre, ami akkor nagyon nagy dolog volt, és szétosztotta a nagymama mindenkinek a porcióját a tányérjára. És én úgy ültem, és elkezdtem sírni. És édesapám kérdezte, döbbente meg a nagymama is, hogy Erzsike, miért sírsz? Kibántott. És én akkor azt mondtam, hogy azért sírok, mert nem én kaptam a combot.